Az előző fordulóban körmenden kezdte három meccses idegenbeli sorozatát a Hübden Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák nagy csatára késztették a tabellán jóval előrébb álló házigazdát. A hajrában még a győzelem lehetősége is felcsillant, de végül egy pontgazdag mérkőzésen 107-99-es vereséges szemedett Pető Ákos együttese. Támogatjunk, úgy érzem, nem volt probléma, hiszen nagyon sok pontot dobtunk, illetve nem csak ez, hanem nagyon jól járattuk a labdát, tehát nagyon sok üres helyzetet sikerült kialakítani, főleg a harmadik negyedbe. Ami nagyon tragikus volt, az első negyed védekezése, itt a körment 4,5 percig körülbelül az összes támadásából kosarat dobott, tehát ezt nem szabad megengedni, mert nagyon jó képességű játékosok, és elkapják a fonalat, nehéz őket megállítani. Itt volt egy olyan szituáció, hogy Gordon bentről nagyon jól dolgozott, illetve kintről is nagyon jól betaláltak, tehát itt valamelyik újunkba harapni kellett. Úgy döntöttük, hogy inkább kevesebbet segítünk be, Gordon így egy jó meccset tudott játszani, viszont győzelmi esélyeink voltak. Sajnos nagyon sok extra dobást értékesítettek a végjátékban. Szombaton újabb idegenbeli mérkőzés vár a nyíregyháziakra, ezúttal Kaposváron lépnek pályára a kék cápák. Kaposvár egy nagyon erős csapat, felsőházra is esélyes, de úgy gondolom, hogy playoffra mindenféleképpen. Bravúrosan vissza kell hozni az itthon elvesztett mérkőzéseket. Volt egy nehéz időszakunk így január elején közepén, volt meccshalasztás, és igaz a Szolnok részéről, nem részünkről. Úgy érzem, hogy nagyjából kifelé jövünk már belőle. Remélem ez így is marad, és a válogatott szünetig nagyobb nehézség nélkül tudunk játszani. A 21. forduló további párosítása a következő: Kecskemét, Szolnok, Szeged, Atomerőműese, Albafehérvár, Sopron, Oroszlány, Szombathely, Pécs, Körmend és Zalaegerszeg, Debrecen.